A népi gyógyászat módszereit és a gyógynövényeket a 20. század végén szinte teljesen háttérbe szorították a gyárakban előállított gyógyszerek. Pedig egy kisebb megfázást, gyulladást remekül lehetne orvosolni a ház körül megtermő füvekkel is. Az Ezer Jó Fű Egyesület táborában a gyerekek megismerkedhettek a gyógynövényekkel, emellett a szervezők különös figyelmet fordítottak az egészséges táplálkozásukra és arra, hogy sokat mozogjanak. Az Ezer Jó Fű Algyői Egészségvédő Kör közhasznú egyesület elsősorban az algyő közigazgatási területén élő emberek egészségvédelme céljából alakult meg. Tevékenységi köre azonban folyamatosan bővül, részt kívánnak venni például abban a nagy munkában, amely a Kárpát-medence méltatlanul elhanyagolt gyógyfüveinek megbecsültségét állítja vissza. Ennek érdekében az Algyői Tájház udvarán gyógynövényes kertet hoztak létre. A kezdeti lelkesedés után összeállt egy olyan kis csapat, amely alkalmas volt arra, hogy kellő nyomást gyakoroljon az önkormányzatra is, hogy ők komolyan dolgoznak és komolyan gondolják ezt a tevékenységet, aminek az lett a következménye, hogy megfelelő helyet találtunk a számukra, és hát hova is rakhattuk volna őket, mint a tájház kertjébe és a régi dolgok mellé, a régi gyógynövényeket is összegyűjtötték. Pillanatnyilag 60-65 gyógynövényfajtát rendszereztek, és gondoznak. A cél az, hogy legalább 100-120 környékbeli gyógynövényt gyűjtsenek össze, és ismertessék meg az ide látogatókkal, na meg az Algyői Általános Iskola fiatal diákjaival. Az Ezer Jó Fű Egyesület kezdeményezéseit örömmel fogadta Algyő Nagyközség önkormányzatának vezetősége, amely az elmúlt évek során több millió forinttal támogatta tevékenységét. Magam is sok civil szervezetet alapítottam, így szívemhez közel állnak. Ezen kívül a hagyományőrzés is nagyon nagy probléma a településen. Olyan sok régi dolgot kidobtunk a hulladékba annak idején, amely mára már csak ritkán található, de ugyanígy régi szokásaink is eltűntek, mint például a gyógynövények gyűjtése. Természetesen anyagiak nélkül semmi nem megy, az önkormányzat biztosította azt az anyagi forrást, amely révén vagy gyűjteni, vagy vásárolni sikerült olyan növényeket, amelyek már a környékünkön nem lelhetők föl, kiállítási helyet hoztunk létre nekik. Természetesen a gyógynövényeket is öntözni kell a mai forró időszakban, ehhez mind az önkormányzat biztosította megfelelő forrást. Valamint szeretnénk olyan kapcsolatokat tartani az ország különböző részein dolgozó szakemberekkel, akik mind a segítségünkre lehetnének azzal, hogy tanácsot adnak, vagy magot, esetleg csereanyagot az algyői csoport számára. Az Ezer Jó Fű Algyői Egészségvédő Kör közhasznú egyesület 2011-ben szervezett először tábort gyerekek számára. A kezdeményezés azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvend, már negyedik alkalommal sikerült megszervezni a tábort. Nem is gondoltam volna, amikor elkezdtük, hogy ilyen sorozatot megér a kezdeményezésünk, és úgy gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy jó volt az elképzelés. Egészséges táplálkozás, aktív élet és testmozgás, egészséges tevékenység, egészséges gondolkodás, illetve érzelmi élet. Ezen 5 célkitűzés jegyében végzi munkáját az egyesület. Ebből legalább 3 megvalósul a gyerekek számára meghirdetett táborokban. Be kell tartanunk azokat az előírásokat, amiket a jogszabályok rögzítettek, úgyhogy ezeken a kereteken belül próbáljuk a legegészségesebb élelmiszereket adni a gyerekeknek, helyi termelőktől, helyi piacról vásárolva. A mozgás pedig, nagyon sok mozgásos programunk van. Tegnap például lent voltunk a Tiszaparton. Ott kenúztak, kajakoztak a gyerekek, és a homokvár építés is nagyon jól sikerült, fantasztikus. Én nem is gondoltam volna, hogy milyen építményeket hoztak létre, és milyen kreatívan. Másodjára vagyunk, és azt szeretjük benne, hogy sok a program, jó mulatunk, és gyógynövényekkel foglalkozunk. Megmutatod, hogy mi van a kezedben azokról a gyógynövényekről? Mondasz egy-két szót. E,
Ebben a csokorban van menta, levendula, bazsalikom. Mit lehet csinálni a gyógynövényekkel? Hogyha az ember otthon a kertjében termel gyógynövényeket, akkor utána hogy veheti hasznukat? Száríthatja, szappant is készíthetsz valamelyikből, és te átfőzhet. A tábor során a gyerekek számos kirándulást tettek a környékben. A gátűrházhoz kerékpárral érkeztek, itt is gyűjtöttek növényeket, majd tanulmányozták azok jellemzőit, illatát. Olyan az illet, amit a mentának szagodnál még egyszer. Na? Menj oda, Dani! Zsája, ügyes! Agyőnek nagyon jó adottságai vannak. Itt van a csodálatos Tisza partja. És sajnos azt tapasztaltam, hogy nagyon sok agyő gyereket féltenek a Tiszától, nem engedik le, nem mernek megismerkedni a vízzel. Hát a vízben mi sem mentünk, mert itt nem szabad fürdeni, de a vízen voltak, és a víz mellett voltak, és egyáltalán megismerték azt, hogy milyen a parton tartózkodni, és milyen ott eltölteni bizonyos időt. A tábor programjainak népszerűségét jelzi, hogy sok a visszatérő gyerek. 4 évvel ezelőtt akkor hallott először a lányom róla, és elsősorban neki tetszett meg ez a dolog, megkérdezte a kisunokámat, aki akkor még 6 éves volt, és neki is tetszett. És akkor volt először itt, most 4. éve, hogy visszajár, és nagyon-nagyon szereti, és nagyon lelkes. Az első nap után már tele élménnyel, kalanddal jött haza, és onnantól kezdve ez nagyon érdekli. Mert nekünk is van otthon párfajta gyógynövényünk, meg fűszernövényünk, és ő magyarázza most már nekem azt, hogy ma mi ezt mire használjuk, azt hogy csináljuk, ezt hogy készítjük. Őt nagyon érdekli ez a dolog, és nagyon szeretettel csinálja. Szeretem a gyógynövényeket, jó hatásuk van, és kedves mindenki, jól érezzük magunkat, jók a programok. A gyógyfüveket szeretem, meg hogy gyógyítják az embert, meg szerintem jó a tábor. Mit gondolsz, hogy veheted majd hasznát az itt szerzett ismereteknek? Hát, meg lehet velük gyógyítani az embereket. Főleg a gyógynövényekkel foglalkozunk, meg sokat játszunk. Szinte minden táborba kibiciklizünk Atkára, ahol ma is voltunk, most jöttünk onnan haza, meg szoktunk lemenni a Tiszára is, kajakozunk, meg kenuzunk. Ebben az évben homokvár építőverseny is volt, ami nekem nagyon tetszett. Nagyon sok gyógynövény jó gyógyításra. Sokszor szoktunk olyat csinálni, hogy megszárítjuk a gyógynövényeket, például a levendulát, dobozba vagy zacskóba rakjuk, és ez nagyon jó illatú, meg ha este megszagoljuk, akkor gyorsabban, könnyebben el tudunk aludni. Lehet belőlük teját csinálni, gyógyszereket, szappant, parfümöt, sok mindent. A gyógyászatban sok mindenre fel lehet őket használni, sokat segítettek már ezzel a világnak. A gyerekek nagyon nyitottak, és megdöbbentően sok dolgot megjegyeznek, és sok dologra, sok ismeretre nyitottak, és sokkal értelmesebbek, mint ahogy az embere nem is úgy gondolná, hanem mint ahogy feltételeztem, hogy a koruknál fogva mi az, amit el tudnak sajátítani. Igyekszünk minél játékosabb formában, tehát nem szájbarágósan átadni ezeket az ismereteket. Az egészségvédő és egészségfejlesztő célok megvalósítása érdekében az Ezer Jófő Egyesület kiemelt feladatának tekinti az ismeretterjesztést nem csak a gyerekek, de a felnőttek körében is. Szerencsére egyre többen vannak, akik érdeklődést mutatnak a népgyógyászat és a fűben, fában rejlő orvosságok iránt. Nekem is vannak különböző problémáim, és igenis jónak találom a gyógynövényeket, tehát használom is, és pozitív tapasztalatom van. Tehát én mindenképpen javasolnám bárkinek is a gyógynövényeket. Persze megfelelő kontrollal, illetve hát olyan felügyelet mellett, illetve olyan szakembernek a tanácsával, aki ugye megbízható és elfogadható a
a véleménye, tehát mindenképpen szükséges. Tehát magamtól így nem mennék, hogy én most ezt vagy azt, mindenképpen szükségesnek tartom, hogy tapasztalt embernek a tanácsát elfogadva használjuk. Az Ezer Jófő Egyesület folyamatosan fejleszti a kertjét, gyűjtőtúrákat, kirándulásokat, tanfolyamokat, előadásokat szervez. Igyekeznek minél többeket megnyerni a környezet és természetvédelem, az egészségvédelem ügyének. Egy jó közösség alakult ki, segítjük egymást, és hát az információk, tehát az információk gyarapítása, mert az, hogy ismerek különböző növényeket, nem mindegyiknek tudtam, hogy milyen hatása van, és ezen belül ugye így tapasztalatot nyertünk, információt, és ez lehetőséget adott az egyesületen belül.